Szép jó mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit az utolsó hónapunk elején, az 90 napos visszavonulás alatt. Megköszönöm Dokhesszoném Leopárdos bevezetőjét, és most megkérdezem, hogy kinek van bármiféle kérdése a gyakorlattal, a karmával, az élet és a zen kapcsolatával, bármilyen fontos témával kapcsolatban. A bevezetőben hallottuk, hogy milyen módszert ajánl a gondolatok elcsípésére, Szúnyi? És a mai gyakorlatom során vettem észre, hogy úgy éreztem, hogy teljesen benne vagyok a gyakorlatban, amikor azt tapasztalom, hogy az egészet, mint amikor egy ragyogó napfény elébe kúszik egy felhő, az egészet beárnyékolja egy, egy nosztalgikus hangulat. Csak nosztalgia? Hát egy ilyen szomorú nosztalgia. Hát szomorúság nosztalgia. Igen. És még? Á, ezt figyeltem meg, és hogy a hangulatokat azt hogy lehet elcsípni. Mély brácsa szóló a távolban, és egy kis cimbalompenge mm. ott a Duna partján, nem? Nem, az Tehát nem. Volt. azért fontos ez, mert ugye a karma nem jár egyedül, hanem a többi karmával kézen fogva. Ez azért fontos, mert az összes nosztalgia, ami ugye a múltat idézni vissza, vagy a projekció, amely a jövőt szeretné behozni ide, az mutatja a tudatnak az automata funkcióit, azt a beépített karmát, amit identitás szinten kezel már. Nem csak úgy, hogy, jaj, hát láttam valami szépet, nézzünk már utána, hát, ha megveszem. Ezt már rég megvetted, rég be van építve, és már működik. Tehát, amikor az ember ugye el akar egy picit menni innen a pillanatból, mert unalmas macera, egyebek, mit csinálok, semmit se csinálok. Tehát akkor az ember élmény mi az első nagy célja? Hát ami eddig is volt, és ami annyira jól esett, és már az akkor is jó volt. Tehát hozzuk vissza azt a nosztalgiát egy kicsikét. Csak a szépre emlékezem úgy is, ugye? Ilyenkor a nosztalgia úgy, ahogy van, rendben van, és visszahozod a tudatot a pillanatba, és megszűnik a nosztalgia egy idő után, semmi gond, ha visszajön. Aztán megint elengeded. Megint visszajössz. És ahogy hallottad, hétszer visszamész a nosztalgiában, nyolcszor kijössz belőle. Ennyi. Nekem úgy tűnt, hogy hát idézőjelben, mert a gondolatot se könnyű megfékezni, de mint hogyha az érzéseket még nehezebb volna. De miért kéne megfékezni a gondolatot? Akkor elengedni fordítsd a megfelelő irányba, azt elmegy az magától. A lovacska elrohan. És az érzésekkel ugyanígy? Igen, csak az a megrakotló a málhás. Korábban többször beszéltünk arról, hogy létezik csoportos karma. Engem az érdekel, hogy ennek a csoportnak, akik itt két hónapja már gyakorlunk, van -e olyan általános hibánk, amit nagyon kellene javítani még az elkövetkezendő három hétben? általános hiba sincs, és általános erény sincs. Az az érdekes, hogy a darma így szépen a gyakorlat rázó asztalán így összehangolja a karmákat. Tehát az elején, főleg, hogyha mindenki 90 napot töltene itt, nagyon jól megfigyelhető az, hogy vannak ezek az apró kis területvédő helyezkedő mozdulatok. Na, én most hol ülök, mit csinálok, én kelek -e föl először, másodszor én mozdulok-e meg, én teszem-e, elviselem-e, hogy megtegyék például az étkezésnél a felszolgálást, egyemek. És amikor ez a kis rázóasztal az első három hétben így a helyére teszi a dolgokat, ez a közös gyakorlatnak a megfigyelés alapú, egymásnak a megérzésén alapuló rendező folyamata, akkor utána beáll egy ilyen nagyon érdekes, ilyen szánhúzó kutyafalka, momentum, és akkor húzzuk a szánt. És ez a szán, ez, a, ez, az elvonulás. És egy igazi szánhúzó expedíciónál, ugye a gazda az nem a szánon ül, hanem megy utána. Hogyha nagyon gyors a szán, akkor sítalpat vesz, és akkor húzza a szán maga után, de nem ül föl a szánkóra, hanem ő is segíti. Van, amikor ő is húzza, és a kutyák is húzzák, az nagyon ritka. De általában a szán mögött megy. Amikor ez a gyakorlat így a 90 napot íteltöltök részéről így kezd összeállni, akkor van-e a térben egy ilyen nagyon érdekes erő és megnyugvás egyszerre? És én inkább erre figyelnék sem, arra, hogy van-e olyan közös, nagy, ledolgozandó házi feladatunk, amelyet nekünk muszáj itt, most, nem. Az magától a asztalon szépen felaprózódik és elmegy. Tehát a nagy közös cselekvés olvasztó tégeiben az összes vélemény elporlad, és megolvad, és ellobban. Hogyha valaki véleményalkotással szeretne itt bent ülni, hát annál nagyobb pokol nincs. Tehát, hogy folyamatosan azzal a tudat, hogy nekem már pedig igazam van, kész. És ezzel végig próbálni egy ilyet, ez a törekvés biztos, hogy az önmagunk bepörgetésén kívül semmi más eredményt nem hoz. Tehát itt az ember automatikusan megtanul lazítani, és mégis jelen lenni. Ahogy a Buddha mondta, a helyesen működő tudat olyan, mint a jól hangolt hangszer. Ha nagyon megfeszítenéd a húrt, az elpattanna, ha nagyon leresztenéd, akkor nem tudna senki se játszani rajta, nem jön neki a dallam. Úgyhogy ezzel kell nagyon megbarátkozni, hogy ez... Amit mi így csinálunk, az a felnőtt változata a spirituális utaknak, ahol nem előre megírt korábbi karmákat szeretnék ledolgozni, vagy előre elvárt jövőbeni erényeket szeretnék megvalósítani. Tehát ez egy realizációs praxis, és az irányvétel a legfontosabb, illetve a motiváció. Tehát a motiváció az mindenkiben itt az, hogy Szeretném ledolgozni ezt a sok-sok szenvedést, ami nekem is és másoknak is szenvedést okozott, és az irányvétel az, hogy tényleg segítsünk egymásnak egy felébredettebb életet élni. Azért, hogy az emberi élet négy alapvető szenvedésével kelljen csak foglalkozni. Ez a születés, öregség, betegség, halál. Ez elkerülhetetlen. De nézd meg, hogy nem ezzel foglalkozunk, nagy részt, hanem azzal a háborúval, jogtiprással, éhezéssel, katasztrófákkal, egyebekkel, amelyeket mi csinálunk. És ezek nem szükségszerűek. Ha tényleg felébrednénk és egy világosabb tudattal élnénk itt, ebből az egész Földből fantasztikus élőhelyet lehetne csinálni, illetve meghagyhatnánk annak, ha észrevennénk, hogy mit nem kéne lerombolni. Kipusztítani egyebek. Úgyhogy szerencsére nincs nagy házi feladat, de nincsen egy ilyen nagy rózsás jövőkép, de az, ami benned van, az már itt van. Csak azzal kell foglalkozni, egyénileg és csoportosan egyaránt. Tehát látod azt, hogy az első két hétben milyen elképesztő fizikai küzdelem az, hogy 8-50 percet egy nap lenyom a párnás és mindenki szenved. Intenzív fét után, jeltett majdnem két hónap, beősz egy reggeli délutáni, teljesen milyen, milyen napszakban, és hogyha éppen nincs a kezdő, aki ott a pokrócával, meg a kis párnájával ottan siregjen, olyan csönd van így mindenki. Így, pá, így ott van. Na ezért érdemes törekedni. Tehát ezt az élményt, ezt a tudatot, ezt a teret, ezt a jelenlétet megtapasztalni, azért ez munka, és csak két hónap? Hát nézd meg, hát az emberiség sokkal fontosabb projektjei, azok évtizedek, évszepel a béke, meg biztonság, meg elosztás, meg ilyenek. Tehát évszázadok óta dolgozunk rajta, és nem jön össze. És összeteszel teljesen egyéni jelentkezés alapján egy hagyomány formájában, az olvasztó tégelyben, a rázóasztalon teljesen random módon idejövő embereket, és két hónap után ki tud alakulni egy olyasféle tudati tér, amelyben itt akarunk lenni, amelyet szeretnénk továbbvinni. És akkor nem külső fegyelmezés és egyebekkel, hanem megvan egy belső tartás, egy benső önfegyelem, hogy nem kéne már elveszteni, ha már megvan. Úgyhogy ez az a felnőtt változat, hogy nincs nagy, közös, előre megírt, jól látható dolog, se a múltban, se a jövőben. Nincs mítosz, nincs remény, nincs félelem. Valami sokkal egyszerűbb és élőbb van, és emberibb van. Az jó. előbbi kérdés kapcsán, vagyis ahhoz hozzá függőleg szeretném megkérdezni, hogy az egyik jelen korunk egyik nagyon népszerű tanítója szerint, ő úgy írt el a felébredést, hogy szembeúszott az árral konkrétan. Tehát, hogy addig pörgett az elmét, hogy egyszer megadta magát. Kérdésem az, hogy lehet ilyen, és lehet ilyen egyénileg, és lehet ilyen csoportos, és utána van, mit kezdjünk ezzel? Az karma függő. Tehát neki így ment. De nehogy ezt le akarjuk másolni. Tehát nekünk a saját karmánkkal kell megküzdeni, ezért van nagyon sokféle darma. Tehát rengeteg irányzat van. Hála legyen, Legyen még több. Mi a te feladatod? Mi az a karma, amivel neked meg kell küzdeni? Van, akinek nagyon lusta az elméje, és hogyha így leteszed, az ott van, és nem mozdul, és nem csinál semmit. És el van, mint a befőtt. Annak egy nagyon intenzív, mondjuk koan kell, egy kicsit kimozdítsa ebből a kényelmi zóna álló vízből, és akkor neki az a karmája. Tehát ha valakinek ilyen tűzszerű, nagyon erős elmeműködése van, akkor az az érzésed, hogy egy ilyen tűzviharban állsz, és körülötted zúg az erdőtűz, és neked pedig ott kell állnod, hogy ne égj meg. A jelenléted nem ég meg, a karmád az ég, de te nem. A vízszerűek azok folynak, azok folynak, és szépen folynak, és annyira folynak, néha szökőár, néha folyam, néha kis patakocska, hogy a jelenlétnek a kis hajócskája ott van rajta, és úristen, el ne süllyedjek, fő ne boruljak. Minden dualisztikus reakció kicsit borítja a hajót jobbra-balra. És karma függő az, hogy pontosan mivel kell megküzdeni, de egy biztos, a jelenléten alapul minden. Egyrészt egy olyan fizikai jelenléten, hogy bejössz a terembe, és a tudatnak egy olyasféle benső jelenléten, hogy nem mozdul ki a pillanatból, nem mozdul ki a tiszta tükörszerű állapotból. Mert ha igen, akkor széttörik múltra, jelenre, jövőre, széttörik jóra és rosszra, széttörik tízezer reakcióra, Ahelyett, hogy primér módon szépen megmaradna, és elviselni azt, amit lát. Ha semmit, akkor azt, ha valamit, akkor azt. Egyformán probléma lehet bármelyik. Minden meg megvan a maga dinamikája, és ez nem csak személyfüggő, hanem időfüggő is, hogy éppen hol járunk. Tehát megvolt az első három hét. Arra emlékeztek, hogy a harmadik hét környékén volt mindig egy kis izgés mozgás, és a negyedik hétre az úgy lement. Tehát jött az intenzív hét, amely nagyon intenzív volt, és ez gyönyörű volt, ahogy ezt végig toltuk. Most pedig három hétre vagyunk a végétől. Ilyenkor a tudat már, mint a lovacska, amelyik látja az istállót, csak az istálló felé menne, és az, hogy min rongyol át a mezőn közbe, az mindegy. Tehát, ahogy az egyik volt tanító mondta angolul, Holder note, she's heading for the barn! Fogd meg Lajos, mert rohanna az istállóba. És most kell a tudatra egy kicsiket figyelni, hogy ne a végét lássa, ne az istállót, ne azt a körbeszélgetést, ugye, a február 20 i dátumot, tehát volt egy olyan régi szerzetes, aki így minden nap így áthúzott nagy piros keresztel a naptárban egy négyzetet, hogy a napok mentek előre. Hát nem szerzetes már, az biztos, mert az idővel volt problémája, hogyha nem az örök rendezkedsz be, akkor az idő egy idő után biztos, hogy probléma. Ha lassan telik az a baj, ha gyorsan telik az a baj. Nézd meg azt, hogy az elkövetkezendő három hétben mi mindenre vagyunk képesek, és hogyha csak úgy ellazázod, de már nagyon ismered a formát, a szüneteket, másodpercre pontosan tudod, hogy mit, mikor, hol lehet, hol kell, hol nem szabad, hol tudod elérni, összes sarkot tudod már. Ezt a három hetet, minthogyha most kezdenénk előről az egészet, úgy kéne végig tolni. Mint most léptél volna be az ajtó, és azt mondja, hogy na most kérem, három hónap. És már csak három hét van hátra. Személyes időélményt szeretnék megosztani veletek, mert 94. januárjától áprilisig volt az első 90 naposom, és nagyon nem látod a végét. Tehát akármi történik, az első 90 naposnál, mint hogy egy ilyen hatalmas jéghegyet kellene egyik is, aprócska konyhai dugóhúzóval ott átfúrni, és minden nap így fúrogatod, fúrogatod, és így utána, és megint fúrogat, és azt mondja, hogy ez lehetetlen, ez 10 millió tonnás jéghegy, tehát soha az életben nem fúrom át. Igen, ám csak azt nem figyeled, hogy ugye fúrod, fúrod, és így, csk, és szétreped. És ez a lineárisnak tűnő idő, ami ugye 90 napig tartana, belül az nem 90 nap. Lehet, hogy életeket élsz meg. És ennek az elképesztő belső időelménynek aztán ahogy többet és többet ülsz, hogyha tényleg ilyen zenhez közelálló, kjolcsefüggő, idült meditátor leszel, akkor többiet megélsz, és a 90 naposok annyira megváltoznak, hogy az páratlan. Tehát van, amikor leülsz az elején, és azt mondod, hogy úristen, nehogy vége legyen, és a következő csukpi az három hónappal később durran el, és már vége is ez amikor nem nagyon kell neked úgy semmit se csinálni kívül, csak végigülöd. És hogyha már sok ilyet csináltál, akkor meg tudod így is élni. És akik egyszerre támogatják a kölcsét, tehát dolgoznak kint és gyakorolnak ideben természetesen részidőben, azoknak van egy ilyen nagyon érdekes élmény, hogy kint másképp telik az idő, mint ide bent. Teljesen és néha az ember azt mondja, hogy jaj, 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 hát menjünk egy kicsit ilyen normálisabb emberek közé, és akkor bemegy vásárolni, és kiderül, hogy nem, nem, nem normális. Az se normális, ez se normális. Mi a normális? Ha megnyugszol, az a normális. Nyugi. Te ne akarják különösebben semmit. Legyél jelen, tedd a dolgodat, segíts másokon, és akkor ez az elképesztő, hogy majd én! Az szépen megszel idő. A halál témája folyamatosan foglalkoztat. Ugye volt egy közeli halálesetünk annával kapcsolatban, és érdekes volt, amikor Esztertől megtudtam ezt, akkor az első pillanatban jött az az ismerős érzés, hogy nem tudom, nem hiszem el, nem tudom elképzelni. És a másodikban nem az, hogy de mégis, vagy a következők, hanem az, hogy hogy nem halt meg. De nem valamilyen ö, misztikus vagy spirituális ö, oknál fogva, hanem mert ugye nem tudott. Vagy hogy nem tud. Ez az egyik rész. A másik rész a a koan gyakorlatokhoz a kettőt kapcsolnám össze, az ugyanúgy a halállal okay. kapcsolatos, úgy hívom magam, hogy a halál, a meghalás gyakorlása. A interjúkhoz kötném, amikor kijövök egy sikertelen, nevezük sikertelen a koan interjúról, ezt elég sokat gyakoroltam az elmúlt időben akkor a tehetetlenségem, a, akár a dűvel kapcsolva, egy valamilyen meghalásérzéshez kapcsolható. Ugye mindenki meghalásához, tehát magam körül legyilkolok mindenkit, de látom, hogy magamban is tehetetlen vagyok, tehát még így a, a, az okokat nem szüntettem meg, tehát magamat is, és a minden szerves és szervetlent elpusztítok magam körül. De amikor ide elérek, akkor is látom, hogy és tehát van ebben valamilyen gyakorlás. Hogy függ össze, bár erre lehet, hogy nehéz válaszolni. A halál ilyet fajta megélése hasonlítható ez a halálhoz? Az életbe való meghaláshoz? A tehetetlenség? Nézd, megint egy kis halál. Hát miért ne élhetnéd túl? Okolni bárkit kár, gyönyörű lettél és új. Vezet egy új világ, engem miért ne léphetnél át? Kiírta. Ákos írta és énekelte nagyon sokszor. Ez anyám. És azért érdemes legalábbis a számomra 2002-ig szóló műveit nagyon komolyan hallgatni, mert rengeteg olyan tanítás lehet belőle kapni, amely más ilyen közszájon forgó popénekestől eléggé kevésé hangzik el. Tehát világos, hogy amikor az interjú szobában te azt kapod, hogy nem, akkor az ideád meghal. Amennyiben az ideád az azonosulásoddal együtt volt jelen, te is meghalsz, belőled egy kicsi, ezért kis halál. És ezért jó a kohon gyakorlat, mert szépen, lassan, sikertelenségről, sikertelenségre, illúzióvesztésről, illúzióvesztésre, pillanatról, pillanatra, mint a hagymát, választja le az én rétegeidet. Amit eddig hittél magadról, az nincs úgy. Amit eddig hittél a világról, az nincs úgy. Kis halálok sorozata, mely során gyönyörű leszel és új. És ezt végig túléled és utána megtanulod átlépni azt a szemét, vagy a szeméről szóló projekciót, aki segít neked ebben. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember ezeket a kis halálokat megélje, és utána gyönyörű legyen és új. És tanulja meg átlépni azt az elvárást, azt a projekciót, azt a véleményt, amit a szembenülő őt segítő emberről kialakít, hogy nem segít. Nem mondja el. Még egy kicsit sem mondja el, még annyira sem mondja el, hogy én még dolgozom rajta. Azt akarja, hogy ne tudjam. Utálom. Bejövök, és beleteszek valamit a teájába. Vagy hozok egy olyat, ami a zembotjából kiugrik és megeszi. Tehát Szerencsére ezek a projekciók nem működnek, mert ha igen, akkor én már számos zenközpontot a földön tettem volna egyenlővé, csak mentálisan, az életem első három olyan évében, amikor a kornok nem nagyon mentek. És uh, szerencsére ezek a képzetek nem váltak valósággá. Addig legyünk, képesek a kis halál küszöbein átmenni, amíg ebben a testben vagyunk, életben vagyunk amíg a nagy el nem következik. Különben a testváltáskor mindent magunkkal viszünk a hátizsákban, amit ki akartunk rakni, de nem mertük. Hát merjük kirakni azt a sok-sok terhet, azt az illúzió kőszikla gyűjteményt, amely a lényünket lehúzza, amitől az élet nehéz, amitől nem azt csináljuk, amit akarunk, amitől azt hisszük, hogy másban van a hiba, és a többi. Úgyhogy a kicsi halál az nagyon fontos, felkészít a nagyra. De ha csak a nagy van, és előtte a kicsik nem voltak meg, akkor nem végeztük el a dolgunkat itt a Földön. Ez félelem akkor ezek szerint, ami az kell, nem pedig... Volt uh, hát egy csomó a... minden. Hát a félelem az az agresszióval, a kisebb és egyéb komplexusokkal így nagyon-nagyon karöltve jár. Tehát egy csomó minden, de a félelem az nagyon benne van, csak szeretjük a félelmet úgy megbélyegezni, hogy az a legrosszabb. Nem. A, a büszkeség, a narcizmus, a román komplexusok, ezek, ezek mind ugyanolyan rosszak. Ugyanolyan szenvedést okozók. Mert azt érzem, hogy egyszerűen csak annyira <kül> ragaszkodunk a vágyainkhoz, aztán a szokásainkhoz, hogy azok miatt nem pakoljuk ki ezeket a dolgokat, kicsit ilyen érünk arra még, vagy hogy ö, akkor hiszek csak, amikor nekem nagyon kényelmes. És, ez benne hát, van. Hát, hogy nem a félelem jut. Ez benne van, és ez visszaszól a, ugye, a gyakorlat utolsó három méterre. Ne azt itt, hogy ráérsz bármire is. Nem érsz rá. A világnak van egy ritmusa, amelybe belesimulunk, de húzzuk előre a szekeret, és nem utána húzatjuk magunkat. Nagyon fontos az, hogy a helyes időélménnyel legyünk itt. Nem érünk rá semmire, de nem is verejtékezve stresszeljük magunkat, hogy hamarabb kelljen föl a nap holnap, mint egyébként szokott. Mert nem fog. Nincs egy ráérünk arra még, és vesztegetni való időnk sincs. Úgyhogy ez a középút. És ezért van a pillanatnak ekkora jelentősége minél jobban jelen vagy, annál kevésbé késel vagy sietsz. Tehát előfordult az, hogy volt egy olyan életszakaszod, hogy akármit csináltál, elkestél. Tehát nem lehetett fölfogni, hogy kinéztem, kiszámítottam, előkészültem, elindultam, és késtem mindig 15 percet. És aztán megváltozik a tudat valahogy, és rászámolsz, ráhagy, stb., jó pontot leszek, és mindig egy 5-10 perces, általában 5 perces forralót vagy előtte. Ilyen is van. Ha Koreában laksz sokáig, akkor biztos, hogy előtte leszel ott, mert az egy annyira gyorsan-gyorsan ország mai napig, hogy szó szerint, amikor felülsz a távolsági buszra, az nem egy percre pontosan indul, az úgy indul, hogy a foglalási naplót megnézi a sofőr, és hogyha mindenki a foglalás szerint fenn van, akkor egy két perccel a kitűzött indulási idő előtt, hogy körülnéz, szalad-e valaki, nem szalad senki, puf, ajtók zárva, indultam, kész. Valaki az utolsó pillanatban akart jegyet venni és főszelni a buszra, akkor vár egy órát. Így. Úgyhogy érdemes a jelenlétet, és így az időélményt gyakorolni, mert nem érünk rá semmire a kéztartásról szeretnék kérdezni. Ugye meditáció közben maha mudra tartásban eh, szoktunk meditálni, de a sétáló meditáció közben viszont eh, emiatt eh, Laci egyszer kapott egy sárga lapot, mert ott meg ezt kell csinálni, aminek nem tudom, mi a neve. csassú koreai úr. Chassu, Hogy eh, ezt, hogyha el tudnád mondani, hogy mi a különbség, miért ilyen fontos ez, illetve még egy dolog, hogy a Hapchang, pedig, hogyha ilyen csakrákkal hozzuk össze, hogy ez meg a szívünk előtt van, tehát hogy ez meg inkább kihoz a tant fókuszból, hogy így ezt a három kéztartást elmondanád, Léci, az... A Mahamudra meg... az azért fontos, főleg ezzel a vízszintes hüvelykújjak tartása, mert ez az eltartott hüvelykú kinyitja szépen itt a tenyér közepén ezt a nagy energiakaput, és így a felsőtest energiája szinte teljesen ide a tantiemben ugye fókuszálható. Ezt lehet is érezni, egy ilyen kis meleg, finom tér. Tehát köldököd előtt, aztán a az alhasban, aztán itt körülötted, attól függ, attól függ meddig toltad. Tehát leteszed ide, és lehet, hogy egy ilyen egész körzet itt szépen így kigyullad. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az energia itt legyen a, a tantienben. viszont ezzel nem tudsz rendesen sétálni. Tehát persze mesterséges tartással és erőltetéssel lehet, hogy így mész, mint az idegenek az ötödik elemben, akik éppen a köveket jöttek, és elvisszük, mert gáz van. Tehát ez nem természetes, és nem is szükséges. Tehát akkor fogod, és ide beteszed ugye, a csaszuba a kezedet, és ráteszed ugyanúgy a ezzel könnyebb sétálni. Ez ezért van. És a habcsang az pedig, mivel itt tüdőben, torokban rezeg leginkább az ének, itt szépen összetesszük. És természetes, hogy kihoz érzelmi karmát. Az a dolga, hogy kihozzon érzelmi karmát. Hiszen a lélek tényleg itt van, nagyon nagy részt itt van. Ide is följön, de a legfőbb energiaközpont a lélek szempontjából az a szívcsakra a tudatosság szempontjából jó esetben a tantien. A nyugati hiba, hogy felviszi a tudatosságot ide, és a racionális tudattal, a fogalmi gondolkodással azonosítja Lásd, Dékárt. És egyéb filozopterek. Keleten meg itt marad végig. Tehát ilyen szuperérzelmes dolog lesz belőle, és ezért tudunk keleten még a mai napig is olyan érzelmi intelligenciát tapasztalni, hogy lees el a székra. Koreában a legelső ilyen friss szerzetes élményem minden nyugatinak az volt, hogy feljönnek a koreai bosszalnyimok így ilyen 55-60 és a korfa csúcsa között, ugye? És így fordítóva megkérdeznek tőled valamit, és így teljesen holtra válsz, hogy ez most ugye mit figyelt meg rajtad, és hogyan. Tehát így belét kérdezett. Simán. Ez abból az érzelmi intelligenciából következik, hogy nekik a center az itt van szívcsakrában, és nagyon érzik, hogy mi van benned. <laughs> úgyhogy ez, ez egy, ilyen gyönyörűséges karma volt, és még esetek hasonló tucatjai azok, amelyek palléroznak és képeznek, hogy te, te ne izguljál, nyugodtan tegyed a dolgodat, és aki eközben veled van, az veled van, aki meg nem, az nem. És itt a közös gyakorlatban megtanuljuk ezeket a gesztusokat nagyon szépen, úgyhogy semmi baj. Habcsang az nagyon fontos, tényleg összerakja a szívet. Tehát ide teszed a kezedet, és így, is így összeáll, és így szépen egyben vagy. Úgyhogy a rezdülések nagyon szépen át tudnak adódni, ha éneklünk. Ha nem éneklünk, akkor nem. Úgyhogy énekeljünk szépen, mint a dalárda. Egyéb kérdés? Én a döntéshozatal folyamatáról szeretnék kérdezni. Ez perhuzomba hozható-e a Koan interjún a Koan kérdése. Párhuzamba hozható. Mikor születik meg valójában az a döntés? Mert elhangzik egy kérdés, amire válaszolni kell. Akkor úgy érzem, hogy nem tudom. És utána elkezdenek rápakolódni mindenféle dolgok. Valahogy ugyanúgy, mint a, az interjúk során, amikor kapok egy kérdést, egy kvant, és mondjuk elsőre nem tudom, ki Szerinted egy olyan környezetben rákezik... milyen válasz a helyes arra, hogy mikor születik meg a döntés? De jól tudja, mégsem ezt a választ fogom adni. Az egyik legnagyobb feladata az, hogy a döntést és a következményét egyszerre lássuk. Úgy tűnik, hogy a ciklikus idő vagy a lineáris időszemlélet ezt nem segíti, de a tudatban megjelenhet az, hogy döntést hozol, és a körülötte lévő üres térben meglátod a következményét. És ehhez kell a legnagyobb bátorság, hogy mihegy döntéshelyzet előtt állsz, látod a különböző kifutásokat, ahogy fogy az idő, egyre kevesebb a lehetőség, és a kifutásoknak a következményeit. És engeded ezt megjelenni. Ez nem elemzés, nem latolgatás, nem eszmefuttatás, ez látás. És itt az irányvétel a legfontosabb, mert a kifutást ezt bizonyos irányban képzeljük el. És ekkor megtehetjük azt, hogy a tudat terében a döntést és a következményét egyszerre látjuk, amely az irányvételtől függ, az döntött el. És ekkor tudunk helyes döntést hozni. Ha nem tévedek, a Zen iránt ügyet című könyvben olvastam egy történetet egy időszerzetesről, meg egy szellemről, hogy fogadást kötnek, hogy a szerzetes el tud-e bújni, ha nem, akkor a szellemnek a szolgája lesz, és akkor kétszer elbújik egyszer a hegyre, de ott megtalálja egyszer máshova, ott is megtalálja, és harmadszorra létrehozza magában ezt a teljes tükörszerű tudatot, és ö, nem gondol semmire, és beáll az egyik fa mögé, és akkor sehol se találja a szellem, és ugye az a tanulság, hogy semmiféle rossz, vagy nem is tudom, nem érhet utól, hogyha teljesen tiszta a tudatunk. És a kérdésem ezzel a sztorival kapcsolatban az az, hogy itt az elvonuláson ennek a tiszta tudatnak a különböző szinten meg tudjuk tapasztalni ezt a minőséget. Három hét van hátra, viszont látom azt, hogy illetve ez most egy ilyen félelmem, hogy visszatérek majd a erőző élethelyzetembe, és akkor így visszajön minden, karma meg ilyesmi, és most egy picit olyan az elvonulás, mint az az időszerezetes, hogy beálltam a fa mögé, itt most itt teljesen el vagyok bújva a karmám elől, minden ö, olyan világosnak tűnik, vagy ö, ilyesmi, de mit tudná tanácsolni, hogy hogyan kezeljem ezt a hogyha majd véget ér a kölcse, vagy hogy érdemes ezt Tovább gyakorolni, vagy fenntartani, hogyha véget ér az elvonulás. Véget ér az elvonulás? Igen. Nem. A kolcsinak vége, az elvonulásnak nem. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy a formai részének vége lesz, de ha a tudat már egyszer ráállt egy olyan működésre, hogy letisztítja magát, és dolgozik, tevékenykedik, és a többi, akkor ezt folytatni kell. Azért kell folytatni, mert a darma elvonási tüneteinél rosszabb nincs. Tehát valaki itt gyakorol látástól Mikulásig, és neki durálja magát, és egyebek, és hirtelen egy perc meditáció nincs a napban, mert elfoglalta magát. Hát akkor tényleg a faladja a másikat, és erre nagyon sok számos példa van. Most nehogy azt itt, hogy idejöttél, hogy három hónapos csinálj, azt egy életre szóló darma függőség alakult ki. Az történik, hogy ha a tudat megszokik egy bizonyos tisztasági szintet, akkor nagyon nehezen akarja azt elfelejteni. Nagyon nehezen tűri, hogyha te magad vasvillával hordod rá a ganét. Tehát le kell tisztítani újra és újra. Persze azt is tudod, hogy te sem vagy ugyanaz három hónap elteltével, az élethelyzetet sem ugyanaz három hónap elteltével, ezért a tipikus dolgok vissza fognak jönni. Ne tipikus módon reagálj rájuk. Ne tipikus módon viszonyulj hozzájuk. Ez nem új szerepjátszást jelent. Ez azt jelenti, hogy teljesen tiszta tudattal, és a tiszta tudat megtartásával éld az életet. Ehhez szükség van arra, hogy időről időre az ember egy kis karbantartással, akár Pesten, akár itt, beiratja magát a párnára, és akkor csinálja. De nem kell félni. Tehát megmutatkoznak a darma elvonási tünetei, és akkor látod, hogy a karmádban, amit addig annyira ölelgettél, és énként babusgattál, és a világban örömként vagy szomorúságként művettél, eredetileg semmi jó, semmi rossz nincs, és nincs lehangolóbb annál, amikor rájössz, rálátsz, megéled, hogy a saját tudatod teszi azzá. Hogy ez nem objektíve saját magától olyan, akár emberről, akár tárgyról legyen szó, hanem én teszem azzá. És ekkor kezd az ember felnőni, és kezd más döntéseket hozni, más projekciókkal élni, és akkor megváltozik a tér körülötte, és akkor ezek a kis szellemek nem érik utal. Tehát csak az a szellem ér utól, akinek tetszik a gondolkodásod, vagy az érzelmeid. És akkor azért, hmm, együnk egy kicsit belőle, és akkor rádugrik. Tehát azért van az, hogy zéro. Nincs mozdulat, nincs gondolat, nincs érzelemformálás, tehát megszűnt a tudatnak ez az állandó játéka, üres téren így átmegy az egész. Nem csak a szellem, mindenféle karma. Tehát ez nagyon fontos, mert általában a külső kihívásokat az ember kétféle reakciótípussal szokta illetni, menekülés vagy harc. És mi lenne, ha egyik sem lenne, hanem elébe állná. Úgy, ahogy van. És mindenkinek van befejezetlen kapcsolati karmája, és hogyha rájössz, hogy egyiket sem azért rontottad el, mert akartad, nem akarjuk elrontani, de kényszerből cselekedtünk, a gondolati szokások és érzelmi rutinok kényszeréből cselekedtünk. És épp ezért nem tudtunk szembenézni a másikkal, tehát magunkkal sem. Úgyhogy néz nyugodtan szembe a felálló helyzettel, a gyakorlat nem szűnik meg, formailag az elvonulásnak vége, de a tudatnak a tisztaság igénye az nem szűnik meg tessék ezt tiszteletben tartani és meghajolni előtte. Ezt jelenti az, hogy a putha előtt meghajolsz. A saját tudatod, tisztaságigénye, a megvilágosodásra való szomja előtt hajolsz meg. És egyben azon képesség előtt, hogy ezt el tudod érni, meg tudod tartani, fel tudod ajánlani másoknak. Hogy ilyen szinten ez nem fog véget érni soha. El lehet feledni. Meg lehet próbálni ráordani lapáttal a sok-sok karmát, de minél többet hordasz rá, annál jobban fogod akarni a szabadságot, a megtisztulást, a, a felébredést, a többit. Így megy ez. A gyakorlattal kapcsolatban ö, mostanában elég sokszor előfordul, hogy, hogy ö, nagyon intenzív rövöghetnék jön rám, és, és többször is volt már, hogy hogy ki is kellett mennem az teremből, Szóval, hogy amikor különböző vicces dolgok eszembe jutnak, akár innen a templomon belül, akár kívül, akkor, akkor nagyon próbálom levinni a tant és tényleg visszatérni a pillanatba, de igazából azt veszem észre, hogy, hogy ez a legnehezebb. Tehát, tehát amikor, tehát hogy nem is a haragom, vagy a vágyaim, vagy a különböző bármi, hanem mostanában ez, hogy tehát, tehát Erre e van egy nagyon-nagyon meditációs módszer. Örülök, hogy ezt megemlítetted. Uh, ném lesz a, a tanítód, és a tanítás eszköze pedig egy csákány, meg egyéb sáncszerszámok. Ilyenkor ki kell menni a teremből és ugyanazt az időt, amit a nevetésed nagyon erős palástolásával szeretnél eltölteni, az út vízlefolyásának az elősegítésére kell szánni, és csákányal, verenvágó kapával, lapáttal és ásóval a vízlefolyást biztosítani kell, mert ebben a latyakban se járni, se vezetni nem a legjobb. Van kettő kilométer utunk a kerektóig, amíg az aszfalt ugye el nem kezdődik, az a hátralévő időben elég munkát tud adni, hogyha nem lehetne más módon megszabadulni a nevetést. A, tehát ezt, ezt be fogjuk akkor iktatni. Nyugodtan szóljál, hogyha ilyen probléma van, elő van készítve szépen a szerszám, és akkor lehet vele meditálni. Jó? Én a éhezéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy ö, tehát így spirituális szempontból, ö, tehát hogy ennek van valami jelentősége, vagy? Persze, amikor éhezünk, akkor a testtől megtagadjuk azt, amire ahhoz van szüksége, hogy működjön. Magam részéről a tudatnak a bőtjét sokkal fontosabbnak tartom. Ehhez az kell, hogy a test ne kapjon se túl sokat, se túl keveset. Tehát mindig mondta, hogy not too much, not too little. Sem túl sok, sem túl kevés. És a tudat fontos. Tehát Látsz olyan aszkétákat, akik ilyen gíznyavékonyak és napi fél adagon el vannak, de a véleményalkotás még ilyen erős, kőkemény. És látsz néha, főleg ma országokban, ilyen kis jó megállapodott, megelégedett, telt mosolyú szerzetesek, és olyan boldogok, és annyira kiegyensúlyozottak, és minden rendben van. Nem azt mert, mert nem, ezt mutatja a testtömegindexük is. De a tudataszkézését azt elvégezték. Azzal nem volt gond. Jó? Úgyhogy a tudataszkézése az, hogy nem azonosul a saját véleményeivel, nézeteivel, le tudja vetni a dualisztikus köpenyeit, le tudja vetni az énségrétegeket, és meg tud állni az igazi önvalója tapasztalatában, és nem mozdul tovább onnan. Tehát a QAN gyakorlat, csak hogy egy újabb szögből, világítsa meg, az a tudat bőtje. Mert tényleg nem kap semmit. Az elején még igen. Tehát akkor látszik a módszer. És akkor belerohansz a saját koanodnak egy jó nagy falába, és ott honolsz esetleg hónapokig, évekig a nem tudhatónak így a márványa előtt, és így nézed, és át akarod lyukasztani a szempillantásod, és az Istenek nem mozdul. És akármit csinálsz, nem mozdul, és ülsz, és kérdezel, már a fejedet nem akarod beleverni, már nem rugdosod, már nem könyöröksz, mert semmi ilyesmi nincs, ezek már leálltak, és ülsz előtte, és nem tudod, és egyszer csak kinyílik. Hát annál nagyobb érzést nincs. Tehát a tudatnak az aszkézise az a fontos, és ehhez a testet optimális állapotba kell tartani. A buddha nagyon sok minden állapoton átment. Tehát olyan elképesztő szélsőségek, hogy el nem tudjuk képzelni, le vannak írva a szútrákban. És az egyik ilyen az az volt, amikor, és erről kép is született, amikor a hegyekben olyan mértékű aszkézisnek, önsanyargatásnak vetette alá magát, hogy itt teljesen beesett a szeme, teljesen itt csontá fogyott az egész teste. Úgy van a leírásban, hogy amikor megérintette a hasát, akkor a háta bőrét is már megérintette és nagyon elgyengült, és, és, alig látott, és elképesztő fejfájások egyebek kínoszták, és ez azért volt, mert helytelen aszkézist alkalmazott, és rájött, hogy egész a halálig vitte, a halál közvetlen küszöbéig vitte, és rájött, hogy ha most a test meghal, attól ő még nem fogja elérni a felébredést, még mindig ott zakatolt benne az énség. És akkor szépen egy rizs szemenként szépen visszaépítette a testet, nagyon lassan. És ekkor az aszkétatásai elpártoltak, Góta gótalma remete, a hedonizmus útjára lépett, és a többi, és ilyenek. Amikor ez fölmerült a tudatában, akkor látta, hogy az, amit a palotában ő tapasztalt fiatal hercegként, az az elképesztő túllőtt jólét, az tényleg hedonista volt, és nem vezet sehova, az ellenkező szélsőség sem vezet sehova, és a középút az pedig igen. És ez a tudataszkézésénél nagyon fontos. Tehát a jelenlét az pont erre az egyensúlyra épül. Nagyon fontos a saját szomjúságunkat meglátni, azt az éhezést, azt a elképesztő vágyat, hogy, hogy létezzünk, hogy tapasztaljunk, hogy a testen keresztül a lélek működjön, és Lélek tudatosság segítségével az utunkat megtalálni, és hogy a helyes irányban menjünk, és a helyes irányba forduljunk. És ehhez a tudat az kézise, a, a tudat bőtje elengedhetetlen, hogy ne úszkáljunk a saját véleményeinkben, ne halmozzuk föl a saját nézeteinket, és ne építsünk a személyiségből egy hatalmas falat. Úgyhogy az egoitás önmagában nem létezik, az nem egy entitás az egy attitűd, az egy hozzáállás. És amikor ezt a falat, amely mi magunk vagyunk, szépen lebontjuk, ugyanazokból a kövekből az utat lehet kirakni magunk előtt. A különbség 90 fok, illetve rapság vagy szabadság. Úgyhogy ezért a megfelelő hozzáállás nagyon fontos, és ehhez a tudatbőtjére, a helyes tudati aszkézisre szükség van és ezért várok mindenkit nagy szeretettel az interjúszobában, szobában, ahol ezt az aszkézist megfelelő módon tudjuk gyakorolni. A Lackó kérdéséhez szeretnék kapcsolódni az egyik véglet. Ugye elhangzott ez a, az aszkézis, a másik végletről is beszéltél, és ö, meghatározásod szerint ugye, középúton kéne haladnunk, középúton kellene járnunk. Amikor egy barátommal arról beszélgettem, hogy nekem volt szerencsém és szerencsétlenségem meglehetősen jó anyagi létben élni hosszabb, rövidebb ideig, akkor és meséltem neki a, a, ennek a végletességéről. Már a végletességet úgy értve, hogy nem találtam meg benne a végtelen lehetőségeket. Egyébként buddhista főiskolára jár és ő elég szerény körülmények között él, akkor azt mondta, hogy érti ő mindez, de azért ő szeretné megtapasztalni azt, amit. Tehát azt mondjuk, hogy nincs szükségünk arra, mégis el kell jutni. Tehát arra mondjuk elég sok mindenkinek van lehetősége, hogy az aszkézist adott, adott esetben megtapasztalja. Viszont a másik végletet az anyagi jólét által adott minden földi jót keveseknek és ez mindig egy nagy kihívás, ugye látjuk, hogy mindenki először bólogat, de azért ő szeretné ezt megtapasztalni. De ez teljesen természetes, ismered a, a Brooklyni viccet, amikor Kón és Grün bemennek a Brooklyni kocsmába és beszélgetnek? Azt mondja Kón Grünnek, hogy Grün, én ma lemondtam egy millió dollárról. És erre azt mondja Grün, Kón, te neked soha nem volt egy millió dollárod, hogy tudnál lemondani róla? amit nem volt, és nincs, és nem tapasztaltad, arról nem tudsz lemondani. Az egyszerűen nincs, és kész. Az emberben van egy olyan vágy, hogy tapasztaljon meg mondjuk egy rendezett anyagi életet. Az ilyen gondolkodású emberek azok nagyon jól látják, hogy a pénz az nem boldog de megnyugtat. Az megnyugtató, hogyha van több számjegyű tartalékod a bankszámládon, és emellett nyugodtan alszol éjszaka, és nem jönnek se aktatáskával, se furkos bottal utánad. Ez mind rendben van. És nagy munkával ezt is el lehet érni. De amikor már megvan, akkor kiderül, hogy ez egy nem végállomás, és tényleg nem boldogít, csak megnyugtat. És az ember néha pontosan ezt a nyugalmat, rendezettséget, megjósolhatóságot adja föl azért, hogy boldog legyen. És itt kezdődik az a fajta út, amely már tovább visz és túlmutat ezen a rendezett jólétán. Semmi gond ezzel. Mindenki szépen tapasztalja meg, amit éppen akar. És amikor majd tovább akar onnan lépni, akkor meglátja, hogy pontosan miért akar tovább lépni onnan. Az emlékezés folyamatáról szeretnék kérdezni. Mit mondtál? Az emlékezés. Látod? Múltkor beszélgettünk például arról, hogy zongoráztam nyolc évet, és teljesen Kiesett igazából, nem emlékszem konkrétan semmire. Letakartad és ráültél, de azt nem felejtetted el. Tehát most nem mint probléma hozom ezt fel, csak csak hogy erről úgy egyáltalán az emlékezés folyamatáról. Nagyon szívesen. Emlékezni fogsz a válaszomra? Tehát. Az az érdekes, hogy ugye az előbb beszéltünk a hetedik tudatról, az első az ugye a fizikai érzékszerv, hatodik a fogalomalkotó, hetedik a megkülönböztető, nyolcadik a tárház tudat. A tárháznak van rövidtávú és hosszabb távú változata. Nagyon összefügg azzal, hogy a hatos mit csinál, a fogalomalkotó. Ha túl pörög a fogalomalkotó, akkor a rövidtávú memóriád az kész. Nem tudsz emlékezni semmire, olyan sebesen gondolkodsz, nem maradt meg benne semmi. Viszont a hosszabb távút azt a hetes nagyon komolyan befolyásolja. Tényleg az van, hogy csak a szépre emlékezem, mert az összes többit úgy elnyomom, mint a szél. Tehát ráülök, letakarom, és nem engedem a felszínre. Ez egyébként a túlélő ösztöneinkkel nagyon komoly összefüggésben van. Tehát mindaz, ami ennek a pszichofizikumnak a jelenlegi működését nem segíti, azt elnyomom. Arra nem akarok emlékezni. Mert árt, mert lelassít, visszahúz, dezintegrál, elszomorít, stb. stb. Ezt annyira jól tudjuk csinálni, hogy a hetedikben, a megkülönböztető tudatosságban vannak ezek a tudat előzetes szűrők. Ezeket mi állítjuk föl a saját tapasztalataink, ítéleteink, önvédelmű mechanizmusaink mindenféle alapján. Tehát amikor meditálsz, akkor kikapcsolod a 6-os, 7 tudatos működését. Tehát nem akaratlagosan gondolkodsz, a gondolatok pörögnek. Nem szándékosan különböztetsz meg, a megkülönböztetések úgy történnek, de el is engeded őket. Az emlékek is jönnek-mennek, akár a jövőbeni bejövő lehetőségek, akár a múltnak az árnyai. Hát ezért mondjuk azt, hogy tarts egy tiszta, tükörszerű tudatot, mert ez az, amely nem azonos a 6-os, 7-es, 8-as tartalmaival, illetve az első öt működésével. Tehát az emlékezés ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amikor az ember túlságosan sokat emlékezik, akkor letakarja ezt az egészet, hogy a dzsungel benövi a jelent, benövi a jelenlétét, és egy idő után ez az ember úgy magára marad, mert az emlékei lesznek a legjobb barátai, a társasága. És hogy elszigeteli magát, és egy kis füstöt körülötte otthon, is kész. Van a másik, amikor nem emlékszik úgy nagyjából semmire, még arra sem, amire kéne. Viszont baromi vidám, azért, mert nincs a tudatban teher. És ott szambázik, és beszélget emberkékkel, és minden, de nagyon sekies a memóriája. És egy idő után az emberek azt egy ez egy nagyon-nagyon boldog, derűs ember, de nagyon-nagyon felszínes. Nem tud mélyre menni, nem emlékszik többre, mint az elmúlt három hónap, vannak ilyenek. És onnantól kezdve ő is elkezd magára maradni, mert a rövid távú kapcsolatok ugye működnek, de a hosszabb távúak azok nem, mert ahhoz emlékezni kéne, hogy hogy is voltunk mi mondjuk hat hónapja vagy egy éve, és mit szeretnénk azzal tenni. És van az, amikor sem túl sok, sem túl kevés emlékezet nincs, hanem egy olyan, amit úgy hívjuk, hogy intuitív memória, vagy helyzetfüggő emlékezés. Ez azt jelenti, hogy akivel, amikor, ahol Neked sok emlékre van szükség, az szépen engeded megjelenni, és működik. Ahol pedig nem kell, ott nem. Ott nem keresgélünk, aparászunk, projektálunk, és a többi. Nagyon fontos az, hogy lazítsuk el a hetesnek a csomós, kőkemény ítéletalkotó önvédelmi reakcióit, engedjük az emlékeket akkor megjelenni, amikor szükségünk van rájuk. Mert hogyha ez visszafele is működik, akkor ugyanolyan gyorsan el tudjuk felejteni őket, amikor már nincs rájuk szükség. Nagyon sok tudat elképesztően beragadt a saját ö, hetedik megkülönböztető tudatosságába, és pontosan azokat tartja mindig a tudatos személyiség színe előtt, amelyek neki ártanak. Ekkor például egy mantra gyakorlat elképesztően fontos, hogy a tudatot megszabadítsa a saját ártó hatásaitól. Tehát ez a pillangós szelep visszafelé is tud működni, pont arra emlékezik, amire nem kéne. Állandóan. És akkor mindig baja van a világgal, meg a másik emberrel. Meg magával is. Megfelelő irányba fordítva ezt az egészet, amire kell emlékezned, az így följön, amit el kell felejtened, az így el tudod felejteni, és ez a gyönyörűséges körforgás, amit én egy vízimalomnak a kerekével szoktam szemléltetni, ez nagyon-nagyon természetes módon működik. De csak akkor, hogyha a hatos, hetes, nyolcas ki van pucolva. Tehát mindenféle énségtől, hamis identitástól, illúziótól, dualitástól le van takarítva. Amíg ilyen kőkemény egótömbök vannak ott, amíg elképesztő ítéletalkotó önvédelmi manizmusok vannak ott, addig mindig kín lesz akár a felejtés, akár az emlékezés. Mindig szenvedés lesz. És ez a vízimalom ez úgy működik, hogy van a tudatos személyiség, ami körülbelül annyi, mint amennyi a kerékből beleír a patakba, amelyik meghajtja. És utána van az elfeledem, emlékezem nagy köre, és képzeljük azt el, hogy ez a malomkerék nem egy fix sugárral rendelkezik, ennek a sugara változik. Tehát néha nagyon távoli dolgokra emlékszel, néha nagyon közelmúltbeli dolgokra emlékszel. Mivel a tudat rendkívül sokoldalú, ezért nem lehet fizikai hasonlattal így egyben leírni a funkciót, csak érzékeltetni lehet bizonyos aspektusait. Tehát ez a malomkerék, ez állandóan forog. És az a jó, hogyha pontosan azt viszi el, amit el kell vinnie, és azt hozza, amire szükség van. És akkor megy a víz, ez az érzékszerű tapasztalásnak a folyamata, és benne van a spontán emlékezet és spontán felejtés mechanizmusa. És ha ez így van, akkor a tengely az tényleg mozdulatlan. És amikor a tengely benne van a kerék agyban, és a tengely körül forog a kerék, az szanszkritul szukha. Ez a harmonikus élet. Amikor a kerék agyból kiesik a tengely, és szétesik maga ez a jármű, ez a dukka, és ez az a szenvedés, amiről a Buddha a négy nemes igazságban beszél, szanszkitúl báva a létesülés, a testet öltés, dukka szenvedés. És akkor az ember úgy rájön, hogy hm, érdemes ezzel foglalkozni, és a saját tudatunkon keresztül érdemes foglalkozni, mert például az emlékezés mechanizmusa az nagyon-nagyon jól is tud működni, és rendkívül rosszul is tud működni. Ez azt kell, hogy a hetest rendbe rakd megkülönböztető tudatosságot. Ez a komoly szenvedéseknek az egyike. A butha négy nagyot születés, öregség, betegség, halál, és négy kisebbet különböztetett meg, és a négy kisebben benne van az, hogy olyan társaságban lenni, amit nem kívánunk, illetve nem lenni olyan társaságban, amelyet kívánunk. Olyat kapni, amit nem szeretnénk, és nem kapni olyat, amit szeretnénk. Ez az emlékezés egy mind amblok igaz. Tehát, hogyha állandóan olyan emlékek között élsz, amelyek teljesen tacsra tesznek, és álmodban kísértenek, és egyebek, és nem tudod azokat az emlékeket behívni, megengedni magadnak, amelyekből tudnál építkezni, az szenvedés. Az azt jelenti, hogy a tudat diszharmóniában van, akadályai vannak, egyebek, és akkor ezt föl kell tudni számolni, meg kell tudni haladni, az egyévvállás tapasztalat erre nagyon jó. És akkor ez működik. Jó? Most eszembe jutott, eszembe jutottam. A zeniránytőjében mesél Szungszen mester egy barátjáról, azt hiszem Liu úr, aki vakolt és mindenre emlékezett, ami egyszer megtörtént vele életében. Mindenki ezt hogy... a zeniránytőt és el fogom tenni azt a kópiát jó mélyre. Igen, tesek? Hát, hogy ez... Ez tényleg így működik? Ez tényleg így működik. Mindenkinél működik? Nem az, hogy hogy a minden pillanatban emlékszik rá, de valahol rögzül minden, amit, ami történik velünk? Nagyon jó kérdés. Nem. Ha rögzülne, akkor úgy járnák, mint a Brazilban a két szerelő, akire rákötötték a szennyvízvezetéket, így szépen dagadtak, 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 és így, így pff, Nem rögzül minden. A tudat összes tartalma relatív. Tehát keletkezik, fennmarad és megszűnik. Amit te megcímzel jóval és rosszal, az rögzül, amit tükörszerűen elengedsz, az elmegy. Tehát tudunk felejteni, és tudunk rögzíteni, megjegyezni dolgokat. És akkor visszatérve az ominózus zongora tanulmányaimra, ezzel például mi van? Ez úgy van, hogyha mondjuk egy olyan helyzetbe kerülsz, vagy olyan kapcsolatba, hogy te mindenáron szeretnél zongorázni azért, hogy a másik embert boldoggá az elő fog jönni. Mondok egy példát. Ezt most nem hiszed el, de meg fogod tenni, mert akkor a tudat olyan elképesztő heve, ereje mutatkozik meg, hogy minden egyes unciáját elő fogja szedni az emléknek, amely megvan, mert jó és rossz élményekkel teli zongorázó nyolc éved volt, nem pedig csak úgy semlegesen végigülted. Ez biztos, hogy ott nem, van. Hát nagyon jól emlékszem a tanárnőm arcára, bizonyos gesztusaira, adott mondataira, de egy ö, És darabot... a mögött van letakarva az a nyolc év zongora. tudás, az olyan, mint a biciklizés, az összes esést el lehet felejteni, és újra felülni a biciklire. Akármilyen személy közötti vagy egyéb élményeid voltak az ongorázása kapcsolatban, az elképesztő mennyiségű tapasztalt az ott van. Tehát, amit megcímzünk jóval, rosszal, énnel, nem énnel, bármiféle minőséggel, az elraktározódik a hetesben és a nyolcasban egyszerre. A hetesben a polaritása, a nyolcasban pedig a ténye, az anyaga. Jó? Ezzel párhuzamosan egy olyasféle élményemet szeretném megosztani veled, nem is hittem volna, hogy ez így működik. Mi még akkor nőttünk föl, amikor orost kellett tanulni, kötelezően. Tehát beléd verték, és nem az volt, hogy akkor megtanuljuk Dostoyevsky-t eredetében, pedig milyen jó lett volna, hanem a Varona Irák mesével drillíroztattak és egzecíroztattak minket, és hogyha nem tudtad a száversenni vid és a nyeszáversenni vid közötti különbséget elmagyarázni, akkor büntettek meg ilyenek. Hát ez nonsense, ez nem nyelvtanulás, nem nyelvtanítás, hanem egyfajta büntetés, és ezért nem szerettem oroszul tanulni. És volt egy elképesztő élmény, hogy angolul viszont nagyon ment. Tehát annyira jól ment, hogy apám megkérdezte, hogy neked most két ilyen nyelvtanuló modulod van? Ugye az egyikkel az orosz, amivel kettes vagy, és a másik az angol, ami úgy színöltös, hogy kilóg a naplóból. Most akkor hogy van ez? És akkor én adtam valami késő egyszer választ, és akkor erre nem emlékszem. De arra viszont emlékszem, hogy az oroszt azt úgy, úgy letakartam azután, hogy ugye nem lett kötelező, hogy én az életben soha többet élt, és különben is már kimentek innen, és te a kanyec, és akkor vége van. Ennyi? Míg nem, eltelt több mint tíz év, és akkor a sorsom úgy hozta, hogy Szentpéterváron kezdtem el tanítani ezt, a zent. És nem egyszer, nem kétszer, sokszor. És elkezdtek körülöttem oroszul beszélni, a tanítványok, akik odaadó szeretettel és érdeklődéssel fordultak felém, aki mélyen nem szerettem az orosz nyelvet, és akkor így, most akkor mi a bajom? És hogy hallom, ahogy érzem, hogy ez végül is ott helyben miről szól, és függetlenítem az általános iskolai, meg középiskolai élményeimtől, hogy az orosz tanár meg akart vágni, hogy kihúzta az egyetlen egy kis cédulámat, amin puskázni akartam, hogy emiatt abba hagyatta apám velem a kajakot, és külön orosz órára kellett mennem, és gyűlöltem. Ez mind-mind szépen elment. És elkezdtem velük beszélgetni oroszul, és az összes nyelvi jel, amit valaha magamba gyömöszöltem azért, hogy megkapjam azt a nyomorult kettest vagy hármast, de tudtam volna, bőven belén fért volna, de a hetes, a megkülönböztető, ítéletalkotó, én csináló tudatosság olyan falat rakott elé, mint a beton, az a hat méter vastag óvóhely, a meggyőződés vasalatával erősítve. És eltelik ennyi év, egy kis zengyakorlat, szerzetes élet, tanítóvávállás, stb. Megváltozik a polaritás, és a nyolcadik, a tudat mélyéből szomorúan a hajlott, szélű, orosz Tankönyv összes tartalma előjött, és ott nevetünk ugyanazokon a Lenin-sztorikon, amikkel engem büntettek korábban, mert mindenki tudta, miről van szó. És együtt tudtunk nevetni azon, amin én teljesen tinédzserként összetörtem darabokra. És hogy ennyire meg tud változni az egész, és hogyha most megint az oroszoknál tanítanék, nagyon-nagyon nagy kedvel beszélnék oroszul, mert pontosan az a helyzet, kapcsolat áll elő, amely ezt a működést kérné, követelné, és nagyon-nagyon helyes dolog lenne, hogy elkezdenénk intelligensen oroszul beszélni, és van menne is. Úgyhogy nagyon érdekes az, ahogy a tudat működik, nem mondj le erről. Lehet, hogy egyszer meg lesz. Jó? Megköszönöm mindenkinek a mai jelenlétet, a tegnapi jelenlétet és a holnapi jelenlétet is. Azt, hogy együtt gyakorlunk, és komolyan veszük azt, amit csinálunk, legyen az a visszavonulás kezdete után, három héttel, a vége előtt három héttel, vagy egy újabb visszavonuláson, amikor egy részünk újra egybegyűlik, és újra együtt fogjuk a zenemes meditációját csinálni. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy tegyünk bele mindent az elkövetkezendő időszakba, magunkért és másokért egyaránt, hogy ébredjünk föl saját káprázatainkból, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen!